Sziasztok! A mostani vlogomban anyák napja alkalmából szeretnék köszönteni minden anyukát és nagymamát a jobb oldalon, de elsősorban azokat, akiknek a gyerekeik és unokáik nap mint nap harcolnak különböző felületen és módon, akik sokszor a harcot vállalják annak minden következményével, és sokszor a munkát választják egy-egy családi ebéd helyett. Köszönjük azt a nyugodt légkört, azt a hátországot, melyet teremtetek nekünk. Köszönjük a sok bíztatást, dicséretet és imát, hogy minden egyes percben ránk gondoltok. Semmit nem tudnánk elérni és véghez vinni, ha nem lennének ott mögöttünk drága anyukáink. Engedjétek meg, hogy Dzsida Jenő Hálaadás című versével köszöntsenek titeket, édesanyákat. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó, áldó szeretettel. Értem éjjel-nappal, dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este, imádság száll hozzád gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban. Itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztal meg őket áldó kegyelmeddel. Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését. Áld meg könnyhullatását. Áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg a két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm. Köszönöm az édesanyámat.